Jó munkát! Sziasztok! Az elnökségben most egy nagyon izgalmas dologgal kezdtünk el foglalkozni, Docsival és Kismedvével. Mégpedig elkezdtük megalkotni a mozgalmunknak a vízióját. Mi is az a vízió? Lehet, hogy most otthon veszettől googlistok és keresitek, hogy mit jelent ez a kifejezés, úgyhogy segítek nektek. Mi vízió alatt azt az ideális képet értjük, azt a hosszú távú célt, amit el szeretnénk érni a szövetségünkön belül. És azért mondom, hogy izgalmas, mert régóta nem volt ilyen, hogy a mozgalom szempontjából alkotjuk meg azt a víziót, hogy ideális helyzetben milyennek szeretnénk látni a felvidéki magyar cserkészetet. És most eljutottunk egy olyan fázisba, hogy ez a vízió így kialakult. 5-6 mondatból áll, amik elég tömények és tömörek. És minden mondat jelent nekem valamit, jelent valamit Docsinak és Kismedvének is, és még néhánynak, akik már elolvasták. És viszont az is nagyon fontos, hogy neked személy szerint mit jelentenek ezek a mondatok, megszólítanak, és ha megszólítanak, kihez tudod fejteni. Aktív gyermek és ifjúságneveléssel foglalkozó cserkészközösségek a családos és alumni cserkészközösségekkel egészülnek ki. Így valósul meg a cserkész életpályamodell. Számomra a víziónak ez a része azt jelenti, hogy bár még jelenleg a kis cserkész és cserkész korosztályra fókuszálunk leginkább, stratégiai fontosságú kell, hogy legyen számunkra az is, hogy a vezető, a rover, és a felnőtt korosztállyal is foglalkozunk, és mindenkit bevonjunk a cserkész közösségbe, és lehetőséget kínáljunk arra, hogy egy életen át egy előre megálmodott modellen keresztül cserkészkedjen. Ha megragad benned ez a mondat, és valami gondolat formálódik a fejedben, vagy valamilyen módon megszólított, akkor kérünk téged, hogy ezt a gondolatot, ami kialakult körülötte, juttasd el nekünk, ez lehet egy e-mail, egy ugyanilyen videó, egy hangüzenet, vagy bármi, ami eljut hozzánk. Nagyon hálásak leszünk érte. Ha azon túl, hogy megszólított ez a mondat, még arra is van ötleted, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, ezt hogy lehetne elérni, akkor ne habozz, és azokat a gondolatokat is juttasd el nekünk. Azokért is rettentően hálásak leszünk.